Mindannyian szeretnénk, hogyha igaz lenne, és hogyha nem kéne rászólni a kutyára, hanem csak azt mondanám neki, hogy na légy szíves, és tényleg megcsinálná, és csak a virsli elég lenne. Neked ugatok. Korom Gábor podcastje kutyákról és emberekről. A tükörmódszer közreműködésével. Sziasztok! Neked ugatok podcast, méghozzá egy paprikás témával. Ma kényszer alkalmazásáról fogunk alapvetően beszélni a kutyatanításon, hol van helye, hol nincs helye, és nem akárkik a vendégeink, Monokiniki, aki a Népszigeti Kutya Iskola vezetője volt korábban, de most is terápiás oktatóként tevékenykedik a tükörmódszer rendszerébe, és folyamatosan lehet titeket látni, hallani, például kutya kommunikációs szemináriumokon terápiás oktató kollégáitokkal, illetve Val Zsófi, a Tükörmódszer kölyök programjának vezető oktatója. Sziasztok! Sziasztok! Hát a mai aktualitást egy olyan, nem tudom, hogy ezt minek lehet nevezni, egy internetes jelenségnek szenteljük, amivel sokat foglalkoznak, Dog Daddy-nek hívják a, 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 az illető urat, és ha jól tudom, de ti felkészülten érkeztetek ide, úgyhogy majd ti kiegészítetek, ha jól tudom, akkor ő agresszió problémás kutyák viselkedés terápiájával, ha ezt, vagy ezt nem mondjam, akkor agresszió, agresszió problémás kutyák agresszió kezelésével foglalkozik, azt visszaszívtam a viselkedés terápiát, tehát agresszió problémás kutyák agresszió kezelésével foglalkozik, nagyon megosztja a társadalmat, szélsőséges gyűlölői vannak, és szélsőséges imádói vannak, ha jól tudom. Megnéztem a videóit a Dog didi és egy kicsit el is mélyedtem benne, és nagyon örülök, hogy azt mondtad, hogy, hogy agresszió kezelés történik, és nem viselkedés terápia, hiszen... Magamtól hiszen... szívtam vissza gyorsan, <laughs> mert közben <laughs> rátekertem, hogy ez nagyon... Most hiszen én... ha megnézzük a videóit, akkor, akkor ő nem foglalkozik nagyon azzal, hogy igazából a kutya mibe van hanem azt az adott viselkedést, amit a kutya mutat, ami egy agresszió, ami a kutyának egy megoldó kulcsa az adott helyzetre, azt szünteti meg. És valóban ezek a, a videók, ezek, hogyha az ember nem tud tőle elvonatkoztatni érzelmileg, akkor nagyon ilyen rosszul néznek ki, mert a kutyák frusztráltak benne, a kutyák félnek, vagy éppen nagyon durván neki támadnak a dog de hogyha megpróbáljuk objektíven nézni, akkor igazából ő azt a technikát alkalmazza, hogy a a kutyánál kialszik az agresszió, mert nem ér el vele eredményt. Tehát ugye ez a, ez a, kulcs, amit ő használ, hogy átveszi a kutyát a gazdától, a kutya nyilván előveszi a megoldó kulcsot, amit szokott. Agresszió van, mivel szájkosár van rajta természetesen, tehát azért bebiztosítja magát, és szájkosárban van, nem tudja elérni a célját, a dogdedi nem fog tőle elmenni, nem szűnik meg, az a helyzet, ami belekerült a kutya, és a kutya egy idő után elfárad az agresszióba, és feladja ezt a viselkedést. Tehát ez történik a, a videón, ami, ami ugye nagyon rosszul néz ki, és nem is feltétlenül jó a kutyának, de gyakorlatilag az agresszió ezért múlik el, mert nem érje a célját a kutyánál. Sőt, mondhatjuk azt, hogy tulajdonképpen egy negatív megerősítési technikát használ, ami annyit jelent, hogy bevisz, bevisz egy kellemetlen ingert, és amikor a nem kívánatos viselkedés megszűnik, akkor ezt a kellemetlen ingert megszünteti. Utána viszont nagyon keveset foglalkozik azzal, hogy én megnéztem a videóit, hogy adjon plusz megoldó kulcsot a kutyának, hogy de akkor egy ilyen szituációt hogy lehet kezelni. És ezért nagyon sok kutya benne marad ebbe a frusztrált állapotba, tehát odáig eljut a kutya, hogy jó agressziót nem lehet, de azt már nem mutatja meg neki, hogy egyébként hogy lehetne kezelni. Tehát ő pozitív megerősítést egyáltalán nem használ, hanem nagyon ilyen vezető, vezérelven, vagy a gazda irányítja a kutyát, és mindenféle szituációt gyakorlatilag erre húz rá, hogy a gazdának kell belállni ebbe a vezető szerepbe, és, és magában már a tanításba is használja a kényszer. Tehát ugyanúgy ő belekeveri azt az ültetést, a fektetést, és ilyen dominancia elven kell megcsinálni a kutyának. Tehát a pozitív megerősítés egyáltalán nincs meg, tehát nincs az a rész, hogy megmutassuk a kutyának azt, hogy egyébként ezt a helyzetet hogyan lehetett volna máshogy kezelni, csak azt mondjuk meg neki, hogy ezt így nem kezelheted. Hát azt lehet mondani, hogy igazából egy gyors megoldással dolgozik. Igen. Gyors megoldással, abban az értelemben gyors megoldás, hogy adott egy probléma, adott egy egységnyi idő, ez alatt hozni kell valamit. Ez működik? Igazából ezt nem fogjuk tudni, hogy működik-e, mert nem nagyon az van. utóéletben nem Így van, el. tehát nem nagyon van utókezelés. <laughs> ugye ilyen, szerintem ilyen szemináriumokat tart, és azért az emberek szeretik a sót, az emberek szeretik azt, amikor, amikor valami Gyors látvány serménylen. így van, és ugye Ugye ja, ebbe a helyzetbe tényleg az történik, hogy három-négy perc után mondjuk a kutya már nem agresszív, akkor gyorsan le is veszi róla ugye a szájkusarat, de az, hogy a kutya egy idegi fáradtságban van, az például kevés embernek tűnik fel, Igen. és azt se tudjuk, hogyha két nap múlva belekeveredik a kutya ugyanebbe a szituációba, csak egy másik emberre, akkor Igen, mit tehát fog a kulcsinger semlegesítése nem történik, a többi, és a többi. Szerintem erre vissza is fogunk még térni, de egy kicsit, kicsit uh, kinézek Zsófira, te is láttad ezeket a videókat? Ezek a videók alapvetően, amikről szinte most beszéltél, kell. Ezek ilyen nagyon rövid kis klippek, és ezek tényleg a szemináriumaiból egy-egy ilyen kis szemelvény, hogy hogyan kezd bele ebbe a, ebbe a, hát ő által a terápiának nevezett, de ebbe a, ebbe a folyamatban. Ő terápiának a... hívja ezt? Hát volt rá példa, Igen. hogy úgy ö, említette, és igazából én most megnéztem vele két hosszabb interjút is, amit ö, nem azt mutatja be, hogy ő hogy tevékenykedik, hanem hogy miket gondol mögötte. És nagyon érdekes gondolatok bújnak meg, nagyon sokszor hangsúlyozta ebben a, ezekben a beszélgetésekben, hogy az, amit ott föltesz, a, hogy eleve hogy hogy került bele ebbe a világba, hogy ilyen kis rövid sottyaival gyakorlatilag átvette az uralmat az amerikai ö, kutyás közösség egy része fölött, és hogy nem ott történik a tényleges viselkedésmódosítás, tehát ezt ő maga is beismeri, hogy az a rész, amit ott mi, mi nekünk így gyakorlatilag kiemelünk, és hogy úristen, milyen csodálatos, ahol az az agresszív kutya előbb még támadja most meg, mint egy kezes bárány fekszik mellette a kanapén, az még csak az eleje. És hogy igazából ő ezt azért szereti csinálni, mert ezzel reményt tud adni olyan embereknek, akik azt hiszik, már ezer helyen voltak, már mindent megpróbáltak, már számtalanszor próbáltak, jutalomfalattal bármilyen módon eredményt elérni a kutyájukkal, akit el kell vinni reggel sétálni, át kell menni vele egy helyzeten, és nem tudnak ott eredményt elérni, nem tudnak átmenni mondjuk a, egyáltalán a parkig, nem tudnak eljutni a kutyával, mert úgy örjön a, a kutya a póráz végén, és ők e, ő ebben ad nekik egy reménysugarat. De hogy ez, ezt ö, gyakorlatilag ilyen, ilyen sónak használja? Így van, visszatekezd a te egyik előadásodra, amiben arról beszéltél, hogy, hogy régen ez a tudás az embernek alapvetően megvolt, hogy a kutyát a helyén tudta kezelni, és mondjuk egy pásztor anélkül rá tudta venni a kutyáját arra, hogy terelje a nyájakat, meg, meg elkergesse mondjuk a betolakodókat, hogy lett volna nála klikker, jutifalat, vagy hallott volna a viselkedés módosítás lehetőségeiről, mégis el tudta érni. Ilyenfajta tudást látok mögötte is. Ő el is mondja a videóiban, hogy, hogy ő ugyan készülni és tanul, de hogy nem erre, a sok szabad idejét nem alapvetően erre használja, hogy a legújabb etológiai kísérletekkel napi készültségbe hozza önmagát, hanem inkább ezt az ősi tudást használja, amit gondolom, ahonnan ő származik Brazíliából, onnan hoz magával, és Cesar Milánhoz egyébként nagyon hasonlóan azt a, az ősi tudást, azt megmutatta a nagy közönségnek, és időt, hogy ez ma is működik. Cesar Milán nagyon klassz dolgokat mond, de amikor kutyával látom őt dolgozni, akkor azt látom, hogy nagyon sokszor nincs ott a kutya értése mögötte. Egy atavisztikus, tekintélyelvű, ö, ahogy a Niki fogalmazott, egy ledomináló alaphelyzetből ö, orvosol ö, problémákat, és itt Dog Daddy esetében is ezt látom, hogy, hogy van egy atavisztikus tudás, valóban ez a, ez, szerintem a Zsófinak a hasonlata baromi jó volt, tehát ez a... Ez a, a ne szép eleggünk, tehát, tehát így néz ki, amikor a pásztor maga mellé rakja a kutyát. Kap a pásztor mondjuk egy, egy kőkemény kutyát, mert, mert az övé elpusztult, elkéri a, a, a másik pásztor egyik kutyát, meneki neki több van, akkor bizony ő ott azt kemény eszközökkel megfogja, és aztán utána már nincs, nincs vita a pásztornál, azért van bunkósbot, mert néha a bunkósbotta vagy a pásztorbotta oda csap. Meg a pásztor, hogyha a kutya nem alkalmas, ezzel a botta nagyon is csapja a kutyát. Tehát így működik ez. Azért az ember így élt a kutyával ezer éveken keresztül. Használta, és ha nem volt alkalmas, egyszerűen nagyon csapta. Ma a kutya egészen más helyen van, a kutya ma nem, nem, egy, nem egy eszköz, nem egy, nem egy szolgája a gazdának, hanem családtaggá vált. Tehát nekünk ma borzalmas erre kinézni, és a, a lelkünk összefacsolódik, mikor ilyet látunk, de azért azt sem szabad elfelejteni, hogy ott van mögötte az, hogy, hogy a, a pásztor is, a viking is, a, a bármely, bármely ösztömből, ősi tudásból dolgozó, kutyát alkalmazó ember úgy, úgy, élt együtt a kutya, vagy ezt az ösztönlényt tekinti jelvel uralta. Fontos szerintem, hogy ne szépelegjünk, mert az ember és a kutya viszonyát ez jellemezte az elmúlt évezredekben. Tehát mögöttünk van egy olyan egy olyan együttélési időszak, ahol az ember a kutyának azt a képességét használta, hogy a saját ösztölénye fölé elfogadta az ember irányítást. Az ember nem, ne, nem, akarta, hogy megkerülje, nem akarta, hogy távolról, távolról üljön, feküdjön, nem akarta, hogy hozza ide. Néhány embernek volt ilyen dílie, de alapvetően a pásztor azt akarta, hogy a kutya terelje a meg védje, a vadász azt akarta, hogy hozza be a, a lehullott a vadat, vagy, vagy, vagy kövesse a vércsét, és, és a többi, és a többi. Nem kellett más. És ezekre megvoltak a jól bejáratott, nagyon egyszerű technikák minden ilyen alkalmazási területen. Nem faxnisztak a legrövidebb úton, és igen, a kutya kihasználásával. Ebben a kihasználásban természetesen a kutya is nyert, azt nyerte, hogy az ember gondoskodott róla, nem a nappaliban, nem a hálóba, de azért a tűz mellé, tűz mellé, ha egy picit távolabb is odafért, és a többi, és a többi. A kutya számára ez egy hasznos időszak volt, csak ezt meghaladtuk a 21. században lépve a harmadik évezetben. De ez egy működő modell nem nagyon foglalkozott a, az ember akkor a kutya lelki komplexitásával. Egyszerűen pragmatikusan a saját ügyében használta és felhasználta a kutyát. És hogy az van, hogy, hogy azt látom így, így Cezán Milán és, és így a Dog Daddy esetében is, hogy ők ebből a tudásból dolgoznak, az értés az kevéssé van mögötte. És még azt is el kell, hogy mondjam, hogy, hogy Látom, hogy van kutyás tapasztalat, de egy sztenderrel dolgoznak. Tehát én ezt, én ezt tapasztalom, hogy egy sztenderrel dolgoznak. Nincs meg az a nagyon fontos tudatosság, az a fontos bontás, hogy például egy viselkedés kialakításával, kölyökkorban, neveléssel és a többi és a többi hogyan lehet például megelőzni ilyen problémák kialakulását, vagy ha meg is van, nem erre fókuszálnak, hanem már meglévő problémák kezelésére, és a meglévő problémák kezelésében pedig, pedig ö, ugye hát egy, egy, nagyon fontos momentum az, hogy a kutya motivációját kell megváltoztatni. Az az egyes számú megoldás mindig. Ugye nyolc megoldást ismerünk a viselkedés módosítására. Karen Prior le is írja a Don't Shoot című könyvébe a, 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 viselkedés módosítás nyolc pontját. A nyolcból mindig a legértékesebb, a legmagasabb a motiváció megváltoztatása. Itt ugye nem a motiváció megváltoztatásával dolgoznak, nem is erre törekszenek. Én ezt látom, nem szeretném kriminalizálni, amit ők csinálnak. Bizonyos értelemben ez egy visszanyúlás, ez egy regresszió egy korábbi tudatossági állapotunkba, és az van, hogy abban a túlnyúlásban, amit ma lehet látni, amikor olyan emberek nyilvánulnak meg kutyaoktatás tekintetében, akiknek gyakorlatilag zéró vagy a zérónál nem sokkal nagyobb tapasztalatuk van. Egy-két éves, ö, ö, rövid múlt után már akár oktatókat képeznek, jogosítványokat adnak ki másoknak, ők, akik egyébként a kutyához, meg az a kutya ember viszonyhoz is, hát nehéz azt mondanom, hogy értenek, tehát, hogy nincsen, nincsen belátásuk, és... és divathullámokra ráülve építenek fel gyakorlatilag egy véleményterort, terrort, mert hogy ez egy, tehát egy, nagyon fura dolog, hogy a szépelgő, tehát ma abszolút ezt lehet látni, hogy ez a szépelgő világtrend, ez egy véleményterort terrort alakít ki. Ugye ez nem csak itt, ez nagyon sok területen megvan, ez, a, ez a, az alt-right és a, a cancel culture szembenállásával kezdődik, de, de szerintem nagyon sok helyen meglátjuk ezt a, megtaláljuk ezt a két szélső értéket, és ugye az egyensúly. Az, az nagyon ritkán tapasztal, vagy na, tehát a, nem, az egyensúly, az uralkodó trend mindenhol, tehát nem gondolom, hogy az emberek úgy állának fel, hogy alt-right és cancel culture pólusokba rendeződnének, hanem én úgy gondolom, hogy az emberek itt vannak középen, és van egy idekirángató szélsérték és van egy ide kirángató érték, és ez, én ugyanezt látom a kutyázásnál is, van ez a, ez a force-free vonulat, a, 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 ő, a, ő a vélemény terrorjával, és van a mondjuk a, 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 a nagyon csak dominanciával dolgozó, abszolút tekintélyelvű, pragmatikus technológia. És én azt hiszem, hogy az emberek egyikbe se tartoznak, hanem ezeknek vannak nagyon erős hangos hangadói, és az ő szélső értékeit ő próbálja. Kompen, tehát mintha ha kompenzálná, de igazából csak a másik szélső értékre ki, az ő szélső pedig ő. Tehát így, így, mint hogyha folyna egy vita itt a, az emberek meg a valóság feje felett, ugyanezt a politikai életben is ugyanezt látom, az emberek mindig középen vannak, és, és a, a hangos szélsőértékek pedig betöltik a netet, és, és tele tolják. És az a baj, hogy ugye most, most nagyon rettenetesen erős a, a, a a cancel culture, a, a, a PC, nagyon erősen nyom a PC kultúra, ami belül egy, egy, egy borzasztó elégedetlenséget hoz létre a, a, az egyénbe, és, és nem véletlenül sokszor ezért kitolódnak a másik, a másik irányba. Ö, tehát ma a force free-nek olyan véleménydiktatúrája van, egy, egy nagyon, tehát egy elenyésző, gyenge kisebbségről, nagyon csekély számú ö, 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 entitásról beszélünk, hangos pár száz, pár ezer emberről van szó a világszinten, Magyarországon pár száz világszinten pár ezer emberről, de, de ez a pár ezer ember olyan vélemény diktatúrát tud létrehozni, hogy, hogy a normális hang ritkán szólal meg. És akkor vannak ezek a tökösök, akik ez a, ez a, még, még ebben az őserőben ágyugójókon ülő férfi arhetipusok, ezt most természetesen idézőjelbe, akik pedig pont tesznek erre, és ő pedig a másik oldalon hangosak, és ezt a pingpongot lehet látni. Én, én ezt tapasztalom most. Igazából mind a két csoportnak megvan a, a saját maga igazsága, a saját maga világába, tehát hogy nem lehet azt mondani, és én amikor nézek, rengeteg tréner van, tehát ugye hogy most hogy bejött a YouTube, a Facebook, a TikTok, az emberhez annyi info jut be, hogy ki hogy terápiázik, vagy ki hogy rehabilitál kutyákat, és akármilyen videót az ember elkezd nézni, mindegyikben van valami, ami jó és ami igaz. De van benne egy csomó olyan dolog, ami amivel mondjuk nem lehet egyet érteni, vagy, vagy látja az ember a hiányosságait. Tehát ugyanúgy a pozitív trénereknek, meg a force-free trénereknek is megvan a maga igaza. Azzal, olyan rossz, hogy ellen... pozitív trénernek, meg force-free trénereknek nevezük, mert ez olyan, mint hogyha pozitív tartalom lenne, miközben ők talán még ártalmasabbak bizonyos értelemben, mint, mint az ősi tudásból beszélő ilyen atavisztikus... Igen, nem tudom, hogy mi erre, a, mi erre a jó szó, de hogy nekik is nyilván van, igazuk abban, hogy megmutatják azt a kutyának, hogy mit kéne csinálni, de ugye teljesen elhatárolják magukat attól, hogy a kutyára rá kell szólni. Sőt, az egyik pozitív tréner, vagy, vagy force-free tréner még azt is kijelentette, hogy a kutyának az agressziója az csak félelemből és frusztrációból fakadhat, és dominanciából nem is. Az a másik, hogy amikor az ember elkezdi nézni a videókat, nagyon sok olyan tréner van, aki mondjuk megmutatja azt, hogy hogy kell sétálni a kutyával, úgy, hogy ne húzzon porázon, és betanítják neki azt, hogy a lába közé kell menni az embernek, és akkor úgy sétálunk. Na most az összes ilyen trénernek border collie van, ami ugye arra lett kitenyésztve, hogy a birkákat úgy tereli, hogy egy folyamatos öngátlásban van, és hiába akarna ő menni, az ember ugye visszafogja, és nem mehet balról, ha jobbról kell. Tehát erre lett szelektálva, de egy trénernek sincsen kaukázusia, vagy Staffordshire terrierje, vagy yak terrierje, amivel ez bemutatná, hogy hogy működik. Tehát, hogy, hogy alapból olyan fajtákkal mutatják be az ő általuk preferált dolgot, ami arra lett szelektálva, hogy az emberrel együtt működik, és nem önállóságra. Igen, igen, de itt muszáj itt is megállni, mert akkor jó, akkor mindenki majd border collit vesz, és akkor igen, lesz egy, egy új, lesz nem egy, nem egy nem új én. fajta, lesznek azok a, vannak ezek a fúj, 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 fúj kaukázusi, meg, 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 meg Rottweiler, meg, meg Pitbull, meg, tehát ők fúj, 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 de majd akkor veszünk border collit, meg golden retrievert, meg, de hogy ez rohadtul nem így van. Nem, tehát, tehát a, tehát a ha, ha bele kell nézek, hogy kivel van a legtöbb problémám, én a legtöbb a legtöbb problémás eset, Border Collie, Golden Retriever, Labrador, mert ott ugyanúgy meg tud jelenni az agresszió. Nyilván nem minden kutyánál. Tehát ugye az a különbség, hogy maga a fajta karakter, az nagyobb százalékban hordoz az agressziómentességet. De hát ez egy olyan ősi, egy olyan ősi gén a kutyában, hiszen az első szelekciós elve ez volt, hogyha kölyökkorban egy rossz programon indítom el, akkor már abba erősödik, és a többi, és a többi. Tehát nagyon jó lenne, hogyha nem, nem az lenne mondjuk a konklúzió, hogy jó, hát akkor ilyen kutyát kell venni, mert ez nem megoldás. Nem, 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 én csak arra gondoltam, hogy ezt a technikát ők is csak ezekkel a kutyákkal tudják megmutatni, és nyilván mondjuk van annyi tapasztalatuk, hogy, hogy úgy nevelik fel kölyökkortól kezdve, és úgy választják ki az egyedet, de hogy még ők se mutatják be egy keményebb fajtával ezt a technikát. Tehát, hogy ők is ö, ö, azért, amikor az ösztönlényel találkoznak, akkor nem nagyon látunk ilyen videókat, és a másik, hogy a hogy a, amilyen trend, hogy akik így nagyon a pozitívat mondják meg ezt a force free ha felmegy az ember az oldalukra, akkor nagyon sok szöveg van, nagyon sok elmélet van, nagyon sok magyarázat van, nagyon kevés olyan videó van, ahol mondjuk ő ténylegesen dolgozik. És ugye akik a dogderit is támadják, megnéztem egy 18 perces videóját, ami elméletileg egy terápia, amiből 15 percet beszél, és be van vágva egy egy perces snitt, ahol megeteti vilsivel a kutyát. Tehát, hogy De viszonylag keveset mutat abból, hogy a gyakorlatban mit tud megcsinálni, viszont nagyon hangzatosan el tudja mondani mondani az elméletet. Mert hát igazából mindannyian szeretnénk, hogyha igaz lenne, és hogyha nem kéne rászólni a kutyára, hanem csak azt mondanám neki, hogy na légy szíves, és tényleg megcsinálna, és csak a virsli elég lenne. És ezért igazából nagyon veszélyesnek tartom ezeket a, a force-free trénerek által, mondjuk az egyik leghangosabb véleményüket, hogy hogy ha szeretsz valakit, azt ne kényszerítsed, meg, meg euh, ne kontrolláljad, hanem azt szeressed és dicsérjed, ami persze nagyon jól hangzik, mint elv, de azt sugalja, és ezt a téves Hát én nekem most fondozza. feljött azért, tehát, tehát oké, okay. Tehát, hogy, hogy kényszer nélkül simán be lehet illeszteni mondjuk egy kutyát arra a, a, a mi világunkba, hogy éljen velünk teljesen harmonikus életet. És és szerintem igazából erre egy nagyon jó válasz, vagy nem biztos, hogy jó válasz, de egy érthető ellenreakcióként jelenik meg, ahogy te is mondod, a túloldalon, a dog daddy világa, hogy van az a rengeteg ember, akivel elhitették mondjuk, hogy kényszer nélkül is tudom a kutyával a boldog együttélést létrehozni, és nem megy nekik. És látják, és már voltak nagyon sok helyen, és már a legmagasabb értékű jutalomfalatukat is elővették, és már nem tudnak a széken kívül mást mutatni a kutyának, aki még mindig neki támadna akkor a szomszédban. Igen, igen mert kutyának. az a baj, hogy az, hogy kényszer, az nagyon rosszul hangzik. Ha azt mondja, hogy gátlás, és azt mondja, hogy határok, az már egészen másként jelenik meg. Tehát, hogy, hogy van az a pillanat, amit a kutyának el kell viselnie, vagy van az, a, van az a határ, amit a kutya nem léphet át. És hogyha mondjuk egy, egy kutya agresszió viselkedést mutat a gyerekkel szemben, akkor nem az a két megoldás létezik, hogy akkor nem engedem gyerek közelébe, vagy elaltatom, hanem meg lehet változtatni a motivációt. Tehát elindulhatok. Ugye van egy nagyon jellemző terápiás technika, tűzvíz technika. Amit nem szeretek, azt leállítom, letiltom. Amit viszont jól csinál, azt megerősítem, és azt akár egy másodpercen belül is váltogatom. Ezt a, ezt a elég, ügy, elég ügyes vagy hihetetlenül jól fel lehet hozni egy viselkedés mintát. Az a baj, hogyha. és ezt szeretnénk abban hinni, hogy. Hogy gátak nélkül ki lehet alakítani viselkedéseket. És az a, 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 ez nem is ördögtől való egyébként ez az elképzelés, hiszen mi magunk is ebből hiszünk, hiszen mi magunk is a tükörmódszernek is egy nagyon fontos misszéja volt az, hogy egy nagyon kemény, parforszos technológiát leváltsunk, és, és behozzuk a, 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 a köztudatba azt, hogy a tanításhoz a motiváció, a, a kutya ö, belső motivációja, az ő szándéka kell, akkor tudunk a legjobban tanítani. Ez, tehát ez egy nagyon fontos ügy, hogy ebbe az irányba menjünk. Viszont, ha kölyökkortól a legtökéletesebben nevelek egy kutyát, akkor is van olyan határ, amelyet a kutya nem léphet át. Mert különben nem tudok biztonságosan élni vele. És az a helyzet, hogy a kutyának is szüksége van arra, hogy ezzel a határral találkozzon, mint hogy a gyereknek is szüksége van azzal, arra, hogy ezzel a, határral, ezzel a határral találkozzon. Nekünk embereknek, a felnőtt embereknek is szükségünk van rá, hiszen a hiszen a kreszt is úgy alkotják meg, hogy vannak határok, vannak szabályok. Tehát, hogy az Nem, egész... ez szerintem rosszul látott Magyarországon, hogyha átléped a sebesség határt, akkor nem büntetnek meg érte. Hogyha ellopsz valamit, akkor nem büntetnek nem. meg érte, hanem egy motivációval rávezetnek téged arra, hogy legközelebb ne lopj. Adnak neked magasabb értékű elvonó ingert, tehát ha ellopsz mondjuk egy iPhone 12-t, akkor adnak egy iPhone 15-öt, hogy látod, nem lopsz és kaptál iPhone 15-öt. És úgy tűnik, hogy ez a modell működik, mert Magyarországon most már rend van. Tehát én úgy látom, hogy most már ez a, ez a rendszer kialakult, és az a jó, hogy mivel mi emberek vagyunk, és mi a belátásra a pelával működünk, így büntetés nélkül, tehát az emberi társadalom abszolút életképes a, a, a büntetés teljes kivonásával, tehát akkor, ha, ha elég ügyesek vagyunk, akkor az ösztön szinten működő kutyánál pedig ott is működhet, ha már nálunk ennyire jól működik kedves drága hallgató, ha most ezt végighallgatta, akkor azt szeretném kérni, hogy legyen kedves, használjon is a józan eszét, hogy a büntetés, a tiltás, a korlátok, a határok és azok átlépésénél a következmények vállalása az egy egészséges társadalom egészséges része. Elképzelhető, hogy egyszer majd sok-sok-sok-sok ezer év múlva eljutunk oda, hogy ezekre a korlátokra nem lesz szükség. De ma ezek egyelőre társadalom működtető elvei. Az emberi társadalom alapvetően így gondolkodik, ahogy most ezt én elmondtam. Alapvetően így gondolkodik. Ennek különböző álnyalat, de, de, de alapvetően így gondolkodik. Hogyan létezik az, hogy ilyen trendek létjogosultságot kapnak, mint a force free? A lelkünknek jó szerintem ebben hinni. Tehát ebben a rózsaszín világban, hogy ilyen létezik, és ilyen lehet. Földi Igen, és, és az, hogy egy nagyon erős marketingje van, az, az is szerintem nagyon sokat számít, hogy tényleg most nagyon sok helyről ez szembe jön, és, és a másik, hogy, hogy azért szokták előteljesen támodni azt, amit a többiek csinálnak, és elmondják, hogy az miért nem jó a kutyának. És vannak olyan emberek, főleg olyan, főleg olyan gazda, aki, aki mondjuk még nem kutyázott, és, és van egy új kutyája, aki, aki szeretne tényleg ebbe hinni, és mivel ők is ö, trénerek, van Facebook oldaluk, rengeteg követőjük, miért ne hinni el, hogy ez működik? Hiszen nincsen tapasztalata, hát persze, hogy elhiszi. És van is olyan kutya egyébként, Tehát van olyan, vagy létezhet olyan kutya, én azt mondom, akinél ez működhet, hiszen nem minden kutya jár kutyaiskolába, mert van olyan kutya, aki annyira együttműködő a gazdával, és szubmisszív, hogy gyakorlatilag nem érti a gazda, hogy mások miért járnak kutyaiskolába, mert az ővé működik és tényleg működik. Tehát, hogy azért van egy ilyen százalék is, de azért a nagy esetben, vagy a nagy többségében igenis szükség van arra, hogy a kutyákat gátoljuk és kontrolláljuk. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy az emberek azt gondolják, hogy mi most itt az, azt értjük alatta, hogy akkor megrángatom, pórázom, meg, megverem, meg, meg meg földre nyomom, meg megalázom, meg nem tudom, hogy mit csinálok a kutya, hogy nem arról van szó. Tehát, hogy az, hogy. Ez nagyon is... fontos, hogy nem úgy nem arról van szó, hogy egyáltalán, egyáltalán nem erről nem, van szó. Tehát van. Erre, erre gyúrunk. Tehát ez a. Tehát a mi kutatási területünk alapvetően az, hogy a gátat hogy lehet úgy felállítani, hogy ne kerüljön ez már gyakorlatilag fizikai presszióba, hanem már a kommunikációval el tudjunk odajutni. Nálunk például a kölyök programban ugye a figyelemmenedzsment az kifejezetten arról szól, hogy úgy építsük fel a rendszert a kölyök kutyánál, hogy ma szándékészlelésével, akár köhintéssel tudjunk akár magas hőmérsékletű helyzeteket is kezeli. Nyilván, amikor ez kölyökkorban elmarad, akkor, akkor ez nem olyan egyszerű. Igen, de hogy itt is, itt is, fontos az, hogy a kutyának a kommunikációját azt érzékeljük. És ugye azért is kezdtük el a kutya kommunikációt úgymond oktatni és előadásokat tartani, mert hogyha az emberek észreveszik időbe a jelet, hogy a, hogy a kutya csak becsukja a száját, és az már azt jelenti, hogy be van feszülve, akkor már nem fogok odáig eljutni, hogy ki fog támadni, hiszen már abban az állapotban én ezt Igen. tudom kezelni, egy alacsony ösztön szinten tudom kezelni, és ezáltal nem fog a probléma megjelenni, viszont én mivel segítettem a kutyának, és kiadottam a helyzetből, legközelebb még könnyebben fogom tudni kezelni. Tehát az egyik az, hogy igenis a kutyának a jelzéseit, azt meg kell tanulni, és a kutya kommunikáció az nem olyan egyszerű, ahogy hogy, hogy egyes trénerek leegyszerűsítik, hogy a morgás az azt jelenti, hogy kellemetlen neki a szitu. Nem azt jelenti, a morgás 86 féle dolgot jelenthet, mert moroghat örömébe, játék közben, dominanciából, frusztrációból, és a többi, és a többi. Tehát ez egy összetett De olyan jól jó lenne egyszerűen kezelni, nem? Tehát Igen. olyan, olyan jó lenne, hogy, hogy ez ezt jelenti, az azt jelenti, ha nem elég a vésle, akkor vedd elő a csirkecombot. Hát nem ilyen egyszerű. Nem így működik. És a másik, ami, ami ugye, amiről beszéltél, hogy a motivációt keressük meg, és ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy nézzük már meg, hogy a kutya miért csinálja ezt az adott viselkedést. Mert nem mindegy, hogy ő azért agresszív, mert le vannak vagy nincsenek levezetve az energiái, azért agresszív, mert ő láncon élt, és ebbe szocializálódott bele, hogy meglát egy kutyát, és örjöngeni kell, azért agresszív, mert, mert nem tud kommunikálni a többi kutyával, miért agresszív a kutya, és itt nem azzal fogok dolgozni, hogy akkor kiváltom az agressziót, és letiltom, hanem megnézem, hogy mi van abba a kutyában, és amikor elkezdek nem a tünettel, hanem a problémával foglalkozni, akkor szépen el fognak múlni a tünetek. És ugye egy, egy igazi terápia az arról szól, hogy hogy megkeresem, hogy miért csinálja a kutya, és elkezdek, és ez nagyon fontos a gazdával együtt dolgozni. Mert nem lehet a kutyát külön kezelni, nem lehet azt mondani, hogy, hogy itt a kutya, és én ezt megoldom. Ez egy óriási probléma, hogy leválasztják. a, a Nem létezik olyan, hogy kutya kutya csak a gazdával létezik. Értem, hogy van menhelyeken is, értem, hogy vannak párja kutyák, de az nem abban az értelemben kutya, mint ahogy mi kutyát tartunk. Egy kutya viselkedése mindig a gazda által ö, érkezik be, mindig a gazdát. Nagyon tipikusan lehet azt látni, hogy az egyik embernél egészen másképp viselkedik a kutya, mint a másik. Ez még családtagok esetében is megnyilvánul, akiknek egyébként a, 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 a családon belül azért eléggé hasonló viselkedésjegyeket vesznek fel a családtagok, de még ott is megnyilvánul, hogy hogy más, hogy viselkedik a kutya apánál és anyánál, nagyfiúnál, kisfiúnál. Visszakanyarítanám a beszélgetést ehhez a dog daddy jelenséghez, vagy hogy ő milyen technikát alkalmaz, mert Nikki azt már tök jól vázolta, hogy ugye az elején, amit látunk, ez a látványos sorem, ez igazából az agresszió viselkedés lekapcsolása, és azt ő is elmondja a dog daddy a videójában, amikor így részletesebben beszél arról, hogy a tényleges munka az ezután kezdődik, amihez ő ugye szöges nyakörvet használ, ezt el is mondja, hogy miért használja ezt, mert hogy, hogy azzal tudja a legegyszerűbben átadni a technikát a, a gazdáknak, és neki ez nagyon jól bevált, nagyon jól ki lehet vele zökkenteni, minimális erőfeszítéssel. Tehát, hogy ő is igazából ez most nagyon furcsán hangzik, ugye beszéltünk arról, hogy azért gátoljuk, hogy ne kelljen nagyon gátolgatni, hanem, hanem megpróbálunk minél finomabban rászólni ennek ellenére is, hogy gátlást alkalmazunk. Ennek a Force Free közösségben a Lima elnevezés, tehát a legkevésbé invazív, minimálisan averzív technológia, ők így mondják, hogy ezt vetik be, tehát gyakorlatilag alkalmaznak gátlást, csak egy minimálisan szükségeset. Szerintem ebben Uh, igazából nem különböznek senki mástól, mert mindenki ja, a minimálisan működő gátlást szeretné uh, alkalmazni. És hát a Dog Dedinél ez a kizökkentő technika, ez a a, a, szöges nyakörv, nem a folytó nyakörv. Igen, de olyan kutyákkal nyakörben. dolgozik, ahol már kialakult agresszió viselkedés, magas agresszió Mert ő, ő ezt hogy... a missziót vette igazából magára, hogy az elkeseredett embereknek, azoknak, akik már semmilyen esélyt nem látnak arra, hogy ez a kutya valójában működhet, és Amerikában ott azért elég nagy hagyománya van annak, hogy akkor altassuk el a kutyát. Tehát itt nálunk szerintem ez még nem szökött annyira szárba, bár azt, Remélem, hogy adjunk neki fog. nyugtatót, hogyha viselkedés problémánk van, az már egy elég komoly irányzat, de hogy legalább azt az, hogy altassuk el a kutyát, ha a viselkedés problémánk van, az még nem szökött szárba, és ők ezeknek az embereknek szeretne segíteni, és egy, egy remény sugarat nyújtani, hogy igenis lehet kizökkenteni abból a viselkedésből, és lehet utána információt bejuttatni a kutyának, ha már le, sikerült lekapcsolnom abból az állapotból, amiben nyilván nem tudok bejuttatni információt. Én azt a jelenséget látom, hogy a force free közösség ö, alapvetően arra az optimumra lő, ahol nem találkozik ilyen problémákkal, ahol ezek a technikák helye köze működgetnek. Nagyon fontos, hogy működgetnek. Tehát, hogy azért láttam már cifra dolgokat ilyen e, 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 kutyusoktól, e, ahogy a gazda nem tud rászólni, például, ahogy, vég, ahogy megeszi a papír zsebkendőt, és végignézi, és a többi, és a többi. Tehát, hogy azért nagyon sok olyan, nagyon sok olyan jelenséget láttam, ahol a, 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 amit ami olyan kutyáknál, akik egyébként, akiknél működhet, ott sem, ott sem működik. Azért is, azért is nem, mert, mert szerintem ez egy képmutatás. Tehát itt nem egy működő technológiáról beszélünk, hanem egy, hanem egy divathullám megüléséről, egy önállításról, egy önbecsapásról és gyakorlatilag az ember kutya kapcsolatról az, a, a, a kutya, megpróbáljuk a kutyát leválasztani. És ez azért nagyon fontos, mert én azt gondolom, hogy alapvetően egy, egy kutya úgy működik, hogy az igazi motivációja, hogy örömet okozzon a gazdájának. Akkor fogunk tudni igazán sikereket elérni, hogyha ellen minél, minél mélyebben bevonjuk a, a, a kutyát. Na most értem, hogy a dog dedi, és nem szeretném, a fickot semmiképpen nem szeretném kriminalizálni, mert értem a szándékát, és értem az ellenreakciót is. Oké, okay, csak azért azt muszáj hozzátenni, hogy, hogy ezek a technikák, Egyfelől ideje múltak, ma már sokkal korszerűbb technikák léteznek ennek a problémának a megoldására, és nem is csak a korszerűségről van szó, hanem igazából a mélyebb kezelésről. Tehát, hogy, hogy ő is bizonyos értelemben leválasztja a kutyát a gazdáról, meghekkeli, beépít egy erős gátlást, egy kialvással kifáraszt egy viselkedést, és utána ideig, óráig, akár hosszabb ideig is egyébként lehet, hogy működik. De amit megspórolunk ebből a folyamatból, a leglényegesebb micsoda? A gazda. A gazda tudatosítása. A kutya azért van, hogy én tudatosabbá váljak. Könyörgöm, ne adjunk már olyan megoldásokat, ahol a gazdának nem kell tudatossá válni. És ez igaz a force re és igaz a, a, az, az ilyen durva parforce technikára is. Nem véletlenül tiltottuk be a szögesnyakörvet és a, a, a folytóláncot, a tüköriskolára nem lehet hozni egyiket sem. Azért nem, mert ezek is mind tudatosítást megsporoló technikák. Nem a működésüket vitatom, és azt sem vitatom, hogy hogy lehet ezt is akár jól is használni, csak az a kérdésem, hogy minek, amikor amikor a kutyaértésen keresztül sokkal messzebbre lehet eljutni. Ezek pragmatikus eszközök, tehát amit a dogdeli dogd használ, ezek nagyon rövid úton jó hatásfokkal működő figyelem és energia működő eszközök. A kutya missziójától ez nagyon távol áll. A kutya missziója az, hogy az emberi tudatosításnak egyféle segítője, támogatója legyen mert hogy ez a magyarázat, szerintem ez a magyarázat arra, hogy ilyen mértékben terjedt el a kutya, és ilyen sok kutya van mellettünk. Ezt hiszem, és gondolom, és tartozunk is nekik azzal, a kutyák áldozatának, hogy, hogy ezt a ne, ne, akarjuk megkerülni ezt a tudatosítási tudatossít, utat. És azt is elfogadom, hogy különböző tudatosság és motivációs szinten érkeznek gazdák. Tehát szerintem, tehát, és azt se gondolom, hogy a force free-nek ne lenne relevanciája. Tehát én azt gondolom, hogy annak is megvan, tehát annak is van értéke. Legyenek force-free trénerek, és kutassanak. Legyenek ö, olyan trénerek, akik, akik ö, megpróbálják feltárni a jövő kutyaoktatási technikáit. Mi is ezek közé tartozunk. Aktív kutatásban vagyunk. A különböző tudatossági szinthez mérten érdemes a. a a technikát kiválasztani. Személyesen az a tapasztalatom, hogy ottól a szembesülés nehézséget okoz a gazdának, és esetleg nincsen olyan mennyiségű energia, a, a, a háttérben olyan figyelmi energia, ott a force-free kifejezetten hozhat segítséget. Oké, okay, nem fogod elengedni az utcán, hogyha nem olyan kutya, elkerül azokat a helyzeteket, nem oldod ha meg tudod. a problémát. Ha, 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 tudod. De, de lehet úgy élni, hogy elkerülsz olyan helyzeteket. Ugye nagyon divatos a reaktív dog, tehát, hogy kiírod a kutyára, ki, ki sárga szetlized a kutyára, meg amit... Hogy... Most ez... Értem... Ennek is helye van, de azért jó lenne, ha nem ez lenne a jövő. Nagyon jó lenne, hogyha a reaktív, a reaktív kutyák nem lennének reaktívek, mert meg lehet változtatni a kutya viselkedését és motivációját egy magasabb tudatossági szinten. Ehhez energia. Mocsok sok energia. Minél jobban el van rontva a kutya, minél jobban belecsúszik, annál több energia kell hozzá. De hogy ne az legyen már a jövő, hogy, hogy, hogy kizárólagosságokat állítunk fel tök rendben van, és Isten ments, hogy olyan gazdák érkezzenek hozzánk, akik nem tudják beletenni az energiát, és nincs meg az a, az a változási hajlamuk, a, ami, ami, kell egy ilyen folyamathoz. És ő, ő akkor csináljon egy kis, vagy kerüljön be egy kis szigetet, tök rendben van. És azt is elfogadom, hogy vannak olyanok, akik, akik gyors megoldást kívánnak, vagy kívánnak és ők annyi energiát tudnak beletenni még kevesebb, még alacsonyabb tudatossági szinten. És én azt is értem, hogy nekik ez egy fény az éjszakába. De azért, de azért nem ez a megoldás. Természetesen ebben egyetértünk, hogy nem erre van az előre, Üm, viszont ez a két pólusú világ, amiben, ahogy mondtad, az emberek középen vannak, az egyik oldalon az van, hogy még véletlenül se kontrollál a kutyát, a másik meg, hogy a kutyának igazából csak egy kontrollra van szüksége, és mindenki simul, nyilván középen van az igazság. És hogy szerintem az nagyon érdekes, hogy, hogy hogy milyen reakció erdő jött végül is ennek a dogdegri munkásságára, noha neki a követői, meg azok, akiknek ő segített, akikkel együtt dolgoztak, az egy hatalmas, elégedett tábor, akik tényleg azt gondolják, hogy oda ment ez az ember, és megváltoztatta az életüket, és képesek lettek, noha azt javasolja nekik, hogy menjenek és keressenek lokálisan egy olyan trénert, akivel tudnak ezek után dolgozni, de legalább induljanak el, mert most már látják, hogy van értelme, és lehet valamit kezdeni a kutyával. Ezek, ezek az emberek ugye nagyon hálásak neki, és megjelenik a, a force-free csoport, és mágián akarják elégetni ezt az embert, aki segítséget nyújt hát, a többiek. Igen, ezt, sajnos ezt látjuk az élet különböző területein. Nagyon sokszor félreértik a, a mi terápiánkat, és ugye a tükörmódszeren belül is van viselkedés terápia, és valamilyen szinten ugye mi is egy egy... Hát nem, hogy van, hanem onnan indult. Onnan indult, tehát gyakorlatilag. Innen, innen, kezdődött egyáltalán Magyarországon így van, az, így van, hogy terápián... mi, mi, foglalkoztunk először, ugye a Zsoldos Marian nevét meg kell említsük, aki gyakorlatilag kifejlesztette a viselkedés terápiát, és a mi iskolánkon úgy dolgozunk, hogy, hogy mi bevonjuk a, a terápiás kutyáinkat. És ugye ez ugye az egyik uh, trénernél se jelenik meg, akiket itt láttunk, tehát ők, ők csak a kutyát külön kezelik, és, és csak az emberekkel dolgoznak. Megjegyzem azért a nagyon-nagyon súlyos problémás kutyák vannak. Tehát, hogy, hogy, hogy jut el odáig egy kutya, hogy gondolkodás nélkül meg akarja ölni azt az embert, aki ott van vele szemben, az is egy kérdés, hogy, hogy hogy, nevelik fel azt a kutyát, hogy idáig jut. De hogy visszatérve, ugye mi, mi dolgozunk viselkedés terápiás kutyákkal, és ez is nagyon kevés helyen jelenik meg, vagy van, ahol azt mondják, hogy azzal dolgoznak, de igazából nem, mert nem is értik, hogy a viselkedés terápiás kutya az mit csinál. Tehát azt gondolják, van olyan csoport, aki azt gondolja, hogy attól jó egy viselkedés terápiás kutya, hogy akkor mindenkit lenyom a földre, és akkor az majd jó. Holott egyébként az ő, ő funkciójuk az, hogy megtanítsák kommunikálni azt a kutyát, aki nem tud. Tehát a legfontosabb ismérve ennek a kutyának az, hogy, hogy jól kommunikál. És egy jól kommunikáló fajta, vagy ö, falkába bejelakunk egy olyan kutyát, aki nem tud jól kommunikálni, az megtanul csak hogy értelmezzük a nézőknek, hogy úgy működik egy viselkedés terápia, amit, amit ti visztek, hogy, hogy bent van egy olyan csapat, vagy gazdák saját kutyáikkal, akiket ti hívtok be, vagy a ti saját kutyáitok, akik kifejezetten erre a célra vannak felkészítve, nagyon hosszú idő alatt, és a trénerek is, ugye, akik bent vannak, évtizedes tapasztalattal rendelkező ténynek, vagy, vagy tanulással rendelkező tényleg, és akkor akkor itt gyakorlatilag a jól kommunikáló kutyák a kommunikáció hiátussal, problémával érkező kutyát, tanítják, hogy hogy, le, hogy, hogy el a feszültséget. És de, de most így van, ne... így van. Tehát gyakorlatilag ez erről szól, és, és vannak olyan helyek is, ahol úgy folyik a, a terápia, mert egyébként tényleg, hogy az ember felmegy a, a YouTube-ra, annyi videót lát. Tehát most mi két szélsőséget kivettünk, de hogy Elkezdi az ember nézni néz ezeket néz a videókat, és feldobálja nyilván a Facebook, meg a YouTube, és van, ahol úgy terápiaznak, hogy minden kutya kap egy szájkosarat, összeengedik őket, és akkor az a terápia, hogy úgyse tudnak sérülést okozni, és majd lemecselik majd egymást. egymást és, és. és Magyarországon is van olyan terápia, ahol bemegy 5-6 problémás kutya, és akkor őket összeengedgetik. De hogy ez olyan, mintha én úgy akarnék nyelvet tanulni, hogy összeraknának engem öt olyan emberrel, aki csak makogja a nyelvet, és majd megtanultok profi nyelven. Tehát, hogy nem fogok megtanulni profi nyelven. Ha beraknak fluentek közé, akkor megtanulok angolul, és ugyanígy nem működik az, amikor berakom a a feszült, frusztrált kutyákat egymás közé, és egymás feszültség buborékaiba, hogyha belemennek, akkor ott ugye konfliktus van, hanem ez úgy működik, hogy van egy feszült kutya, egy feszültség buborékkal, aki alig várja, hogy valakin csattanjon, és az összes kutya nyugtatja, nem foglalkozik vele, és ez a feszültség buborék, ez szépen el fog majd tűnni. Tehát, hogy, hogy hogy ahogy mi dolgozunk, az nyilván egyrészt a gazdát bevonjuk ebbe a szerepbe, és a, és a gazdát feltérképezzük, hogy ő hogyan él együtt a kutyájával. A kutyáját feltérképezzük, kapnak egy komplex programot, hogy mit kell csinálniuk, amiben van életmód, amiben van tanítás, amiben van viszonyrendezés, plusz megtanítjuk a kutyát kommunikálni. És így lesz komplex, és nem lehet... Nem lehet kivenni csak egy részét ennek. Hogy azt mondom, hogy na, csak pozitívan, és hogyha te nem tudsz bejönni a kutyasúlyra, mert csak 50 méterre tudsz megállni, mert ott nem ugatok kutyád, és ott megtömjük virsivel, lehet, hogy öt év alatt be fog tudni kutyasúlyra. De hogy azért ez nem egy élhető, nem egy élhető világ. Tehát, hogy, hogy a mai világ az nem olyan, hogy, hogy kerüld el az összes szitut. Persze meg tudod csinálni, hogy reggel ötkor felkelsz, berakod a kutyát autóba, kimész az erdőbe, ott sétálsz, de, de azért az lássuk be, hát hogy Hát érdekes, hogy ezt, így... ezt mondod, hogy nem olyan a mai világ. Én meg pont azt látom, hogy nagyon ebbe az irányba szocializálódunk, hogy kerüljük el a problémát, meg, meg búcsú cédulákat osztanak nekünk. Igen, de aki bennakik a, a belvárosba, egy moody valaki örjünk, és azt mondja neki a tréner, hogy kerüld el az ingereket elköltözni el tud, ha van pénze, de hogy mit csinálsz a moody a belvárosba, hogy kerülöd el? Beszállsz a liftbe, szemben egy másik kutya a De hát, hogy, hogy, ezért azért nem egy teljes hát én ezt nap nap Látom. Nagyon odafigyelek most már arra, hogy civilbe közlekedek, tehát soha nem kapcsolom be magam, nem adok soha kutyás tanácsot, nem, nem, nem sőt, Uh, és, az, és így nagyon sok ilyet látok, hogy mit szenvednek folyamatosan nap, mint nap emberek. Valószínűleg azért is van egyébként, mert, mert, uh, mert nem tudják, hogy kitől lehet segítséget kérni. Tehát alapvetően, alapvetően a net attól hangos, akitől jellemzően segítséget ilyen helyzetekre nem lehet kapni. Most mondok egy példát, Sibával nem könnyű elmenni kutyaiskolába, mert senki nem akar a nyakába venni egy olyan kutyát, amivel tízszer akkor energiát kell beletenni, mint egy border collie-ba. Megjegyzem, az a border collie sem lesz megoldva, csak úgy fog kinézni, mint meg lenne oldva. Attól a border collie bizony feszült stresszes lesz, stb. stb. Ezt látom nap, mint nap, hogy a, a, megoldott kutyák milyen stresszel élnek, folyamatosan gazdát nézve, folyamatosan programot kérve a gazdától, tehát elterelve a figyelmét, ahelyett, hogy, 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 hogy beillesztenék a társadalomba. És ez, ez, egy általános reakció, hogy nem, megold, nem, 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 a megoldá, nem tudnak nehéz kutyák megoldásába segíteni, így, így, azok, akik problémával küzdenek, nagyon nehezen tudnak segítséget kérni. Ez van, ez van, ti is négyen vagytok összesen. Egyébként pedig tele van amit mondtál, trénerekkel, akik hirdetik magukat, akiknek nagyon jó marketinget, tehát profi Igen, ez ebben, tehát ha valamiben nagyot változtunk, az az, és ezt el kell ismerni, ez egy kor, ez egy kor diadal, hogy ma a nullára is olyan marketinget lehet felhúzni, hogy hihetetlen. Ez engem megdöbben, de képzétek el az, hogy a gazda a viselkedés problémás kutyájával felmegyen ezt, és segítséget akar kérni. És elmegy rengeteg helyre, rengeteg mindent kipróbál, és rengeteg olyan gazda érkezik hozzánk, aki már aki már teljesen össze van kavarodva, aki már azt mondja, hogy ő már mindent próbált, mert... Ők valóban... legalább elértek hozzátok. Igen, igen, de nagyon-nagyon nehéz nekik ö, utána azt mondani, hogy én eb akkor most ezt teljes mértékben úgy fogom csinálni, mert ugye mi történik, valamilyen elemét csinálta már rosszul, vagy nem úgy, ahogy kéne, és, kijelenti, kijelent, hogy ez nem működik. Ötszörös, tízszeres munka, és ez olyan nehéz, tehát, hogy, hogy egy, ez olyan nehéz meg, tehát, hogy, egy, elrontott kutya a helyre rakás, mondjuk egy, egy kaukázusit felnevelni, jól felnevelni, mondjuk tíz egység energiába kerül. Az azt jelenti, hogy nagyon sok energiát kell beletenni. De a két és fél évesen felébredek, hogy a kutyám agresszív, és rendbe akarom tenni, akkor az a tízegység energia, már nem tíz energia, hanem ezer egység energia. És amikor bejön a gazda, hogy ezer egység energiát kell beletenni, nem fogja beletenni. Szándékosan egy szélső értéket mondtam. Ezt nem fogja már beletenni. Erre, erre nagyon jók a, a sebb tapaszok. Mi jellemzően a megelő, megelőzésben dolgozunk. a Niki meg a helyreállításban Igen. dolgozik. Nekünk, nekünk ilyen értelemben azért sokkal könnyebb dolgunk van, ezt tegyük szívünkre a kezünket. De már ott is megjelenik, hogy mennyire. Tehát igazából. Ez, és, és miért ne hinnék el, hogy anélkül is működhet, ha én rászólnék? Tehát, hogyha megfelelő módon tudom a klikkert megnyomni, és oda tudom adni a jutalomfalatot, akkor majd a jutalomtól biztos azt fogja csinálni a kutya, amit szeretnék hát azt kivesszük a rendszerből, hogy nem csak én adok jutalmat a kutyámnak, hanem a környezetből is rengeteg minden jutalmazó lesz a kutyámnak, amit én nem akarok, és ugye erre az egyetlen megoldás, hogy hát kerüljem el, menedzseljem a kutyát, olyan helyre vigyem, ahol tőlem fog tudni érkezni a jutalom, és nem lesz nagyobb a környezeti inger. És erre igazából egy válasz Dedinek ez a reakciója, hogy nem mindenki tudja elkerülni, nem mindig az a megoldás, hogyha megpróbálom elkerülni, lehet, hogy az a megoldás, hogyha belemegyek egy problémába, és megpróbálom megoldani az, hogy milyen módszerrel tesszük, az természetesen már újabb vita kérdése, de legalább az az irány megvan, hogy, hogy nem mindenki teheti meg azt, hogy, hogy most nem viszem kutyás közösségbe öt évig a kutyámat, amíg sikerül beérkeznem végre a kutyaiskola kapujám. Kedves Niki, kedves Zsófi, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek. Egy nagyon fontos beszélgetés volt. Szerintem hiánypótló és egyben vitaindító beszélgetés volt kígyóvermet nyitottunk ki, és nyúltunk is bele, fogunk kapni ezért hideget-meleget, és jöjjön is. Azt gondolom, hogy ennek a podcastnak ez a, ez a feladat és ez a dolga, és a nézőktől pedig azt kérem, hogy, hogy nézzetek meg mindent, próbáljátok meg ránézni különböző véleményekre, és, és ezt a belső arányérzéket kell megkeresni azt a belső arányézéket, amely megmondja, hogy mi mögött van releváns tartalom. Mi a marketing? Mi a releváns tartalom? Ezt muszáj ezt a képességet mindenkinek kifejleszteni, mert ha, ha nincs meg, akkor ebben az információs állatban nehéz lesz, nehéz lesz megoldást találni, vagy nehéz lesz segítséget kapni. Nagyon kívánom mindenkinek, hogy eljusson oda, ahol, ahol jól érzi magát, és ahol segítséget tud kapni a problémájára. Minket pedig nézzetek, mert jövünk, a Neked Ugatok következő podcastjára, és feltétlenül számítunk, hogy megnézitek. Ha tetszett, akkor lájkoljatok. Ha annyira tetszett, akkor osszátok meg, és ha nem tetszett, akkor azt meg főleg osszátok meg, hogy tudjuk, hogy miért nem tetszett. Köszönöm szépen, szervusztok! Sziasztok! Sziasztok!